Szeged Csanád látogatott ide az Eto Parkba egy bajnoki 90 perc erejéig. Ez egy rangadó, hiszen jelenleg a Szeged egészen pontosan 3 ponttal van csapatunk előtt a tabellán. Nekik 29, nekünk pedig 26 pontunk van, ők az 5., mi pedig a 6. helyen állunk. Most figyeljünk, mert egy távol lövéssel próbálkozik a Szeged. Az első lövést így az 6. perc második felében fel is jegyezhetjük. Vitális Milán fogja elvégezni ezt a bizonyos szabadrúgást a 15. percben a mérkőzésen. Nem volt az rossz, kár, hogy nem érkezett rá senki, Fodor tette tovább sarokkal a labdát. 19. perc. Jó, 20-22 méterről a szabadrúgás, Dobos, illetve Horváth van ott. Horváth lövi el, és kellett ám a hárítás Faggyastól. Nem volt ez egy rossz lövés. Az a fejes nem jó. Nagyon egyedül maradt ott Simon. Dobos szerzi meg, és ebből megint indulhat a Szeged. Aztán Vitális visszaszerzi, jól játszik ám Vitális is nagyon, és Dobos rúg oda egyet, előnyszabályt mutat a játékvezető. Bacsa már a 16-oson belül, szép a csel Bacsától, és még bent tudják tartani a szegediek. Úgy tűnik, hogy igen, hozzátéve, hogy ott egy egész komoly kis birkózás alakult ki a labdáért, ami aztán végül is Molnár Farkas kezében köt ki. Na talán most, kis, ez jó lehet, az egyszerű labda. Kovács sikerül visszatenni. Óvári el kell lőni, el is lövi Óvári. A szép és látványos támadásos megvolt, most már csak a gól hiányzik. Óvári neve mellé felírhatunk egy lövést a 35. percben. Gréci befelé, Kővárinak nem volt jó labda. Össze tudja szedni Horváth, és akkor most kapja Kővári. Gréci, ellövi Gréci. Faggyas Tamás pedig pont tökéletes helyen állt ahhoz, hogy össze tudja szedni a labdát. Gréci, Farkas, Dobos, Gréci, Farkasnak vissza, Farkas próbálkozik egy távoli lövéssel, nem kellett hozzáérnie Faggyasnak, pedig nem volt ez veszélytelen. Az egy nagy passz, és nem csak a passz nagy, hanem a gól. Horváth Krisztófer szerzi a szegediek gólját a 68. percben. Egy 1-0-ra vezet a Szeged. Gajdos, illetve Horváth van ott. Gajdos csavarja befelé, pont Faggyas kezébe. Megint jöhet a Szeged. Teszik középre, ott a 2-0. Kóródi, Nándor, most tehát be nem régen is. Azonnal góllal, gyakorlatilag én úgy érzem, hogy el is döntötte ezt a mérkőzést. Priskin, Priskin lövi el. Aztán tévedett egy jó métert Priskin. És itt a vége a mérkőzésnek. A Szeged Csanád 2-0 sikerével elviszi a 3 pontot innen az Eto Parkból, ami azt jelenti, hogy a hazai pályától az Eto verességgel búcsúzik az őszi szezonra. Még Dorogon, illetve Tiszakécskén lehet javítani ősszel. Reméljük, hogy ez így is lesz. Én mára köszönöm a figyelmüket, köszönöm, hogy velünk tartottak. A viszontlátásra, viszonthallásra. Hát egyszerűen csak azt tudom mondani, hogy a Szeged, azt gondolom, hogy minden szituációban jobb volt nálunk, jobban álltak a mérkőzéshez, mentálisan, akaratban, tehát látszott rajtuk, hogy meg akarják nyerni a mérkőzést, az Eton pedig egy ilyen elvált teljesítményt nyújtottunk. Szeretem gratulálni a csapat, mert szerintem egy nagyon nagy munka végeztem, nagyon jól csinálták, szerintem zártuk minden terület, hogy ellenfel nem is jut milyen kapuba. Mi kihasználtuk ez előre játék, volt meg néhány helyzetek, de mondom, megérdemelten nyertük ez a meccs.